Kinek a felelőssége az, ami a tévészékháznál történt, vagy illetve, hát nem illetve, kinek a felelőssége ez? Hát azok, akik azt megszervezték a háttérből, és eléggé mutatnak a jelek a Fideszre, azért az, hogy a Ferencváros, a Debrecen és az Újpest ultrái a 4 órakor nyilvánosságra jutott felvételt követően egyöntetően azt gondolják, hogy oda kell mennünk azonnal a parlamenthez, meg a tévészékházhoz, és már 7 órakor ott vannak, hát ilyen véletlenek és nincsenek. Annak fényében, hogy amikor a fiatal gyerekek elfoglalták a Lendvai utcát, hát kik védték meg azt a székházat? Hát megint egy telefon a Kubatovtól, és ott voltak ugyanezek. Na, Ronka. De az már túlmutat, bocsássam meg, ugye eddig ott tartottunk, hogy Gyurcsány hülye módon kiszivárogtatta valaki segítségével, az eljutott a Fideszhez, ők manipulatív módon megvágták, és utána aztán kitört az őrület. És most azt mondja a Kunce, a volt belügyminiszter, hogy hát ez szervezett dolog volt. És én ezt képes vagyok el is hinni neki. Már csak azért is, hogy például így a, ja igen, bocsánat, az előző témához még egy megjegyzés, hogy így lehet mondani a Fideszre, illetve a vezető politikusaira, kormánypárt, hogy együgyűek, meg hogy nem mindegyik. Nem mindegyik, viszont mégis ott tartunk, hogy könnyen elképzelhető, hogy ezt a választást is kétharmaddal viszik, tehát az emberek rájuk fognak szavazni, igen, sokan, illetve a baloldalra nem. Tehát, hogy... Persze azt definiálni kellene, hogy mi történik az embereken. Ez egy teljesen aránytalan választási abszolút rendszer, és a Fidesz valójában nem a magyar társadalom többségének a szavazatát bírja, de a választási rendszer aljasul megkomponált volt a következtében, szerzi meg a többséget. A magyar társadalom többsége valójában bizonyára elégedetlen ezzel a kormánnyal, de ez nem tud érvényesülni, mivel megengedi, hogy befejezzem egyszer már, amit mondani akarok. Mert a Fidesz egyrészt egy olyan demagógiát alkalmaz, amivel meg tudja téveszteni azokat is, akik tulajdonképpen nem szavaznának rá, másrészt pedig, mert a baloldal és a liberálisok nem tudnak megfelelő alternatívát nyújtani. De a többség nem akarná jó ezt a rendszert. Jó, bocsánat, hogyha visszatérünk a bejátszásra, hogy itt Kunce Gábor vagy téved, vagy hazudik, amikor azt mondja, hogy a beszéd nyilvánosságra kerülése napján lett volna a tévészékházosom, és 3 órán belül ott lettek volna az útrák. 18-án vasárnap nyilvánosságra kerül a beszéd, teljesen békés tiltakozás van a Kossuth téren, és 19-én volt a tévészékházos tron. A műsorvezető sem szembesítette ezzel a hazugsággal vagy tévedésével, tehát ugye ez megítélés kérdése, hogyha jóindultak vagyunk vele szemben, akkor minden bizonnyal tévedett, hogyha kevés vagyunk jóindultak, akkor pedig szándékosan hazudott, hogy összerakja magának a teljesen igaza van, de ennyi év távlatából én legalább bemerem valami az én fejemben, annyira összefolytak a két dolog, de hogy azért, egyszerűen nem vágy. Ez egy fontos tényberi különbség. Egészen más, hogy működik a kérdés. Tehát 18-án ott én is ott voltam, kimentem megnézni, hogy mi történik, és békés tiltakozás volt. Egy ilyen nagyon-nagyon kellemes őszi este volt. És 19-én ugyanilyen volt egyébként, egészen addig, amíg Torockai László át nem hívta a népet a televízióhoz. És az, hogy Torockai Lászlót konkrétan a Fidesz mozgatta volna, szerintem Torockai Lászlót nagyon sok minden mozgathatta, a saját hülyesége, meggyőződése épp úgy, mint különféle hazai vagy nem hazai erre szakosodott szolgálatoknak a gondolatai vagy megbízásai, de hogy Torockai László nem a Fidesz kottájában játszott, abban egészen jó, biztos de hát vagyok. Akik ott a rendőröket dobálták, szétverték a vízágyat, meg a többit, azok nem békés sétáló érdeklődők voltak. Nem. Azok szervezett... Szerintem a szervezettséget illetően nekem nagyon komoly kételjeim vannak. Tehát, ne legyenek. Maga ismeri valamennyire a törzsszurkolókat, tehát a kemény magokat? Nagyon ritkán járok ilyen. Na hát én viszont sokat jártam. Most már nincs miért. És azok higgyel, azok katonás rendben vannak. És Havas úr azt gondolja, hogy ez annyira... annyira szervezett társaság, és annyira konspiratív, annyira, hogy azóta nem annyira lett volna egy lecsúszott figura annyira a B közéből, aki azt mondja előáll, hogy minket ők biztak meg. Az adott időpontra százakat tud egy helyre vinni. Tud, viszont azt nem tudja megcsinálni, hogy utána ez itt a konspiráció leleplezetlen maradjon. Tehát azóta biztos, hogy lettek volna ott olyan, hát azért ott is elég egyszerű emberekről beszélünk sok esetben. Biztos, hogy lett volna, aki előáll azzal, hogy igen, mi azért ennek és ennek az utasítására jöttünk. Nem így volt. Hát ebben az ügyben az igazi nagy probléma az, hogy ahogy nem akad, de azért nagyon kevés akad, mert Kis János azt mondta, hogy Gyurcsánynak le kell mondania, de ahogy nem akad a baloldalon jelentős politikus, aki szembefordul azzal, ami történt igazán,
úgy a jobb oldalon sem akad egyetlen igazi néven nevezhető politikus, aki nyíltan szembefordul azzal a manipulatív jobboldali politikával, amit a Fidesz folytat. Ez az igazi probléma. Ebben viszont szerintem igaza van, és az egész összerű beszédnek az ismételt napirendre kerülése is sem a Fidesznek jó szerintem, és nem is a baloldalnak, hanem mindazoknak, akik az egész politikai elitről azt mondják, legyenek jobbikosok, LMP-sek, vagy mindenféle ezen kívül álló szervezetek, hogy hát itt megint a saját érdekeik mentén használják a titkosszolgálatokat. Tehát, hogy itt szerintem az anti-establishment szervezetek, amik nyerhetnek egyáltalán ezen, most, az újra most téma. Bocsánat, de még ennek a folytatása a következő, ez nagyon érdekes lesz.